Felsőnyéken Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye püspöke celebrálta azt a katolikus szentmisét, amelynek keretében újra szentelték a külsőleg felújított Szent Lajos király templomot, és azt a keresztet, amit egy csontverem emlékére állított az önkormányzat. Egy csodálatos gazdagság és óriási ajándék, hogy így együtt ünnepelhettük. A templom megújulása és a templom, mondhatnánk, egy kicsit az újjászületése, én hiszem, hogy mindig szolgálja egy közösségnek az újjászületését. És egy kicsit úgy lendületesebb, nagyobb szeretettel, nagyobb örömmel lesznek itt együtt a hívek. Ez hozzátartozik a mindennapi életet, mint ahogy a saját otthonainkat is időnként föl kell újítani. De ez egy nagyon nagy összefogásnak az eredménye, és hála az itteni híveknek, önkormányzatnak, mindazoknak, akik ehhez hozzájárultak. Nagyon rendkívüli múltja van ennek a templomnak, az itteni területnek, az itt élőknek. És a kereszt valahol most ezt foglalja össze, egy kicsit úgy felszínre hozza, elénk tárja, és ha a múlton el kell gondolkodni. Ennek az ünnepi szentmisének a keretein belül avatta plébánossá püspök úr Lovász Zsolt, plébániai kormányzó. Plébánosi státusz az, amikor azt mondjuk, hogy na most már akkor felelősséggel tartozik a hívek az egyházmegye felé, és rábízhatunk közösségeket, bebizonyította, hogy alkalmas rá, hogy jól végzi a munkáját. A felsőnyéki templom plébánosában gyermekkorában merült fel a gondolat, hogy Isten szolgálatába szeretne állni. Én gyerekkoromban nagyon sokat ministráltam, nagyon szerettem templomba menni, és tulajdonképpen gyermekként fogalmazódott meg bennem az, hogy pap leszek, hogy pap szeretnék lenni. Ezért is jelentkeztem azt követően az általános iskola után a Nagy Lajos gimnáziumba Pécsre, és a Jóisten azóta egyengeti az utamat onnan a Pécsi Hittudományi Főiskolára, illetve a Pécsi Papnevelő Intézetbe, a szemináriumba. Igazából a mai napban nekem a legnagyobb ünnep az, hogy a templomot püspök atya megáldotta. Tulajdonképpen ugyanazt a szolgálatot kell továbbra is ellátnom, mint eddig. Most már viszont teljes joggal, teljes körrel fogom betölteni a plébánosi funkciókat, amit eddig ugye kormányzóként kinevezve végeztem. A Szent Lajos király templom felújítására a Magyar Falu program keretében nyertek forrást. Ezt még az elődöm, Serbán Valentin atya adta be ezt a pályázatot a Pécsi Egyházmegyén keresztül. Én ebbe belecsöppentem 2017-be, tehát akkor már tudtam, hogy megkaptuk a pénzt, tehát ez körülbelül olyan 40-45 millió forint között volt. Azért nem tudom pontosan, mert ahogyan haladt az idő, ugye inflálódás történt, és bizony a Pécsi Egyházmegyének is jelentős mértékben bele kellett nyúlni a saját tartalékaiba. Elsősorban a templom külső felújítását, illetve tetőszerkezetét érintette a felújítás, viszont a munkálatok során más dolgok is kiderültek, ezért volt az, hogy a templomból tulajdonképpen ki kellett költöznünk, és a püspök úr, akkor ugye Udvardi György volt a pécsi püspök, engedélyt adott arra, hogy az iskolába, illetve a kultúrházba tudtuk a szentmiséket vasárnaponként bemutatni, és akkor jött közbe a koronavírus járvány. A temető mellett álló 15. századi falakra épült templom mellett felállított kereszt, amely szintén megáldásra került, sokak emlékét őrzi. A templom felújítása közben ugye villanyt is szereltek, és pont belástak ebbe a osszáriumba, ebbe a csontverembe. És aztán kijöttek a régészek, ugye rögtön, elvitték a csontokat, és megállapították, hogy ez nem egy korból származik, hanem ugye nagyon sok korból. És akkor el is mondták a történetét, hogy Szent László királyunk törvényei szerint csak a temetőkertbe lehetett halottat temetni. A temetőkerten kívül temették el, ugye a öngyilkosok lettek, vagy a bűnözőket, a latorokat, ugye így mondták. És de előbb-utóbb ugye az a temetőkert, ez egy zárt egység volt, ugye ez a templomkert, ugye ez megtelt halottakkal, és akkor ilyenkor mindig fel kellett szedni a csontokat, és akkor nem volt más megoldás, hanem nyitottak egy csontvermet, úgy hívják, ez az osszárium. És ebbe szépen felszedték az összes csontot, és egyben eltemették, és újra megáldották. Na most ebbe ástak bele pont, amikor az áramot cserélték ki földkábelra, és így tudtuk meg, hogy egyáltalán itt van egy ilyen közvetlen a templom mellett, tehát 20 centi föld se volt rajta, mert ezt már régebben egyszer elvittük, elszállítottuk.
És hát ha már egyszer kiderült, hogy ez itt van, és amit elszállítottak csontokat, azt is visszaadják, visszahozzuk, hogy akkor mindenki, aki itt halt meg nyéken, mert ugye régen ezt még csak nyéknek hívták, nem volt felső meg alsó nyék, aki nyéktelepülésen halt meg, akkor az itt élt, hát itt is maradhasson a csontja, és visszahozzuk, újra elhantoljuk. És az, ez a kereszt pedig ugye hirdetni fogja az után következőknek is, hogy itt van az a csontverem, ahol lehet, hogy több száz, több ezer halott is, halottnak a csontjai is el vannak temetve. Ezt az önkormányzat finanszírozta, az önkormányzatnak van egy faüzeme, ahol ezt meg tudtuk, el tudtuk készíteni, tehát ez már a mi asztalosunk ügyességét dicséri.